Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír október 21-ére. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket. Most megvan a harmónia, hiszen az indiai asztrológia szerint, eszerint a számítás szerint, Mars bolygó az ikrek jegyében van, a levegő elemében, és Vénusz bolygó az a mérleg jegyében van, szintén a levegő elemében. És a levegő eleme és a levegő eleme harmonizál egymással. Tehát itt megvan a könnyűség, megvan a mozgás, azon kívül fontos a kommunikáció. A Hold egy jó kapcsolatban áll Merkur bolygóval, és ez segít abban, hogy érzelmekről tudjunk beszélni. Vénusz bolygó közeledik a naphoz, és az azt jelenti, hogy mi hölgyek tisztázni szeretnénk valamit. Vagy azt is jelentheti a nap behatása, hogy látni fogjuk a dolgokat, tehát átlátunk bizonyos dolgokon. De azért ügyeljünk arra, hogy 22-én Vénusz bolygó a nappal egy konjunkcióban áll, tehát együtt hatnak. De mivel Vénusz bolygó annyira közel van a naphoz, hogy úgy szoktuk mondani, a nap elégeti Vénusz bolygót, és az azt jelenti majd, hogy 22-én mi hölgyek úgy érezzük, hogy mások nem vesznek észre bennünket, nem figyelnek oda ránk. Tulajdonképpen megvan ez a kívánság részünkről, hogy megkapjuk az elismerést, mégis 22-én úgy fogjuk érezni magunkat, hogy mások átnéznek rajtunk. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, de jelenti a szexuális témákat is. Plutó bolygó egy kapcsolatban áll most Mars bolygóval, és kihat a férfiakra. Az jelentheti azt, hogy ők szeretnének valamit elérni, uralkodnak a helyzeten, vagy megvan az a vágy, hogy beszéljenek szexuális dolgokról, vagy legyen egy testi közeledés. Viszont meg kell említenem azt, hogy Plutó bolygó és Mars bolygó között egy úgynevezett kvinkunx kapcsolat van, és ez kivált a férfiaknál bizonytalanságokat. Nem tudják azt, hogyan tudnának hozzánk hölgyekhez közeledni, tegyem vagy ne tegyem, hogy reagál a társnőm, bizonytalanok, nagyon-nagyon bizonytalanok. Emiatt lehet, hogy olyan visszahúzódóak lesznek, és várnak arra, hogy mi hölgyek térjünk át erre a témára, vagy mi hölgyek legyünk aktívak ebben az irányban. És most mutatok egy másik képet. Itt ezen a képen látható az Ayurveda dósász. A dósász azok energiamezőket, vagy befolyásokat, energiai befolyásokat jelentenek. Ayurveda lefordítva az az életnek a bölcsessége, a tudás, én úgy szoktam mondani az élet művészet. Hogyan hatnak ki a bolygók, a nap és a hold a napi energiamezőre, tehát október 21-ére? A hold az a tűz elemében van, és ez egy pita energia. Az jelenti a változásokat, a megújulásokat, a transformációt. Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó a Föld elemében van,
és Jupiter bolygó a víz elemében. A Föld eleme, a víz eleme együtt jelenti a kapha energiát. És itt megvan az igény, hogy legyen egy tartós párkapcsolat, egy biztos munkahely, hiszen itt szeretnénk valamit kiépíteni, itt kell a biztonság érzete. Az anyagiakat illetően is, és az érzelmeket illetően is kell egy biztos párkapcsolat. De ennél a kapha energiánál hajlamosak vagyunk arra, hogy meg akarunk tartani valamit, vagy más szóval nem tudunk elengedni valamit vagy valakit. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó és a Nap. Ez kihat a párkapcsolatra, hiszen Mars és Vénusz jelenti a férfias és a nőies energiát. A Nap megvilágít valamit, most tisztázódik valami, és a levegő eleme az a Vata energiamező, és az jelenti a mozgást. Itt lesznek változások, előre mennek az események, de mint említettem, a férfiak bizonytalanok. Ők inkább várnak arra, hogy te, mint hölgy, légy aktív. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrá!